Sziasztok, srácok, csak minden nevük Sirin Gegy, a videóban sziasztok, és a mai videóban nem másunk csinálni, mint egy Noob versus Pro bujócska labirintus kihívást. Ho-ho-ho, srácok, szeretnétek velem, Szabival vagy Husival karácsonyozni? Akkor csekkedök fel a patreon.hu-ra, ugyanis bekerültek a vadonatúj nagyon-nagyon menő karácsonyi mintás termékeink, illetve lehet ugye plüssöket is rendelni belőlünk. Szóval srácok, siessetek, ugyanis már nem sokára karácsony, és ha ilyen menő ajándékot akartok, akkor bizony sietnek kell, ugyanis lehet, hogy nem sokára el fognak fogyni. Szóval, patreon.hu, vagy pedig a leírás megtaláljátok a linket, csekkoljátok le most! Pörögnek mellettem között a székben. Most hogy milyen játék a képző most magát, figyeljétek! Na szóval srácok, nyomjuk ezerrel, kis várjál el! Beszéljek kicsit? Neked milyen hangod van? Ez nem kis, ez nem Dominik, ez nem, nem a, izé, melyik? Nem az emberi kutyám. Hát nem is az vagyok. Na, jó, oké. Okay. Szóval, Csicska, menj oda. Oda néz, oda néz. Nem, a napos rész. Figyelj, figyelj kis, lesz egy csapatod, jó? Oké, okay, akkor csapassál át oda. Na, megkapod a másik fehér pulcsi srácot. No. Az ott a kutya team, ez itt a macska team. Hú, ezt mindjárt magadra vállalod? Na jó, nem akarok részt venni. Srácok, szóval a lényeg az, hogy egy nagyon durva labirintus kell léptenünk egymás ellen, és aki a jobb, akiét nehezebb kivinni, több időbe telik majd nekünk, az nyer valami ilyesmi. Szóval... Mi fogunk nyerni? Ti fogtok veszteni, mi fogunk nyerni? Matematika. Ez nem is igaz. 5 meg 5 az 10. Nem. Az 8. 55? Mi? Na jó, kezdjük. Igen, az 55. Sziasztok! Cse. Na figyelj, Husi, szóval oda kell vernünk ezeket a csicskákat, mert nem tudnak matekozni. Várjuk oda! Jó, oké, na szóval, mi mint matekosok, én azt mondom, hogy... Jó, csináljunk egy labirintus, de legyenek benne végig matek feladatok, mit szólsz? Jó! Jó. Hát ilyen végig matekkal legyen tele, és csak akkor lehet tovább jutni a labirintuson, hogyha tudják a matekot. Na, figyelj, van egy ötletem, mi lenne, hogyha elsőnek csinálnánk egy olyat, hogy 35, kettős pont, kettő, és nézd, van egy ilyen óriás nagy... Rózsaszín. Hát, miért most neked nem tetszik a rózsaszín szín? Nem igazán. Na, igen. Legyen sárga. Jó. Oké, na, szóval itt is nézd, én csinálom is a labirintust. Áskálódok ilyen vakont. Jó, nézd, én úgy gondoltam, hogy... Hogy így építünk fel falakat, az nem benne ásunk, hanem építünk ilyen falakat. Micsoda falakat? Hát, hogy kiszakáljuk a közepét, és aha, akkor megmutatom arra, felkárszak, nulla. Jézusom, mi történt? De várjál, mert csak a felét szetelted ki. Ajaj. Valamit, amit elrontottál, Husi. Meg itt ilyen izéket látok most, ilyen obszidián, meg ilyenek. Felkászak, Jézusom! Aha! Ja, értem, tehát most így csináljuk meg így kívülről a labirintust? Ó, aha! Ezeket nézni, falakat építünk be, vagy mondjuk, hogy így. Aha, értem így, a logikádat. Arra megy, meg értem, cizus, jól van, oké. Okay. Na, labirintus kell építeni, várjál. Ja, de nekem, figyelj, várjál! Nekem... Ez nem labirintus, ez még egy ajtónak is kevés, de várjál, nekem van egy tök jó ötletem. Szóval, nekem megvan az, hogy miért nem fogják tudni kivinni. Addig építsünk egy labirintust, majd ezt meglátod, a legvégére. Csak építsd meg a labirintust, én megcsinálom a legvégét. Jó, vicceltem. Hát most ember közben azért nem... Azt hittem már, lehet. Ha felül nem csinálhatod csak te, én itt el vagyok, én nézem így felülről. Jó. Ilyen speedrunba vagy, érted? De mit csinálsz? Ne így kezd. Tesó, hanem rajzoljuk meg az útvonalat, hogy jut el oda. És akkor utána meg ki lehet alakítani itt a dolgokat. Erre áll. De ez nem lesz egy kicsit túl egyszerű. De várjál, ez csak a jó út. Emellett lesznek ugye rossz utak. Jó. Csak hogy lássuk egyelőre, hogy mi van, és én akkor elkezdem addig a végét csinálni, mert az ilyen redstone-osra akarom. Fusi, tudsz zrombolni? Úristen, mint egy ilyen patkány morogna rám. Nem!
Vicceltem, bocsi, ne ölj meg, léci. Jó, oké, na, srácok, csináljuk a legdurvább labirintust a világon, amit valaha látott valaki. Szóval ezt nem fogják tudni odaverni kisiek, ugyanis Husi az én csapatomban van, és Husi jól tud építeni, mert Husi okosabb, mint kis. De ezt nem mondjátok el kisnek, ezt nem mondhatjátok el kisnek, hogy ezt kimondtam. Léci, ne írj le senki kommentbe, hogy Dani azt mondta, hogy Husi okosabb. Szóval Léci, ne írjátok ilyeneket. Nem, mert ha kis meg tudja, akkor baj lesz. Hát akkor már harmadik világháború szerintem, szóval olyat nem akarunk. Viszont srácok, nagyon fontos dolog, hogyha dobtok egy lájkot, akkor egyrészt, hogy kis kap egy húst, ha Husi kap egy halat, Szabi egy pofont, én egy gyémántot, plusz 1000 lájk, tehát jön a következő építős videó, szóval mindenképpen csapassátok ezt a lájkot 1000-rel, és nagyon megéri. Egy kart majd rejts el valahol, egy kart. Ja nem, nehogy elrejts egy kart, mert fel fogják használni ellenem. A bíróságon. Ja, várjál. Így nyomjuk neki. Nekem csak egy ekkora kis szoba kell. Majd így a végére. Még lesz egy utolsó feladvány. Kíváncsi vagyok, hogy meg fogják tudni oldani. Hát még csak kezded, de nyomod. Jó. Jó lesz ez itt. Én elhiszem, nem néz ki rosszul, csak még az elején van. Mondjuk kéne rá a tetőn, Dani sokszor csal. Micsoda? Kéne rá a tetőn, mert Dani sokszor csal. Hát azt majd megcsináljuk, hát most. De soha az már nem nehéz. Hát így. Akkor így lehet bejönni, kimenni, meg ilyenek. És meg kell nyomni a jó gombot. Utolsó kérdés. Mondd meg mennyi 4 meg 4. Jó, de várjál, nyugi, nem érted. Ugye, most akkor srácok, tanulhattok most tőlem egy kis matematikát, ami valószínűleg ott még nem tartotok, de ha majd tartani fogtok, akkor legalább tudtok vele flexelni, hogy már tudjátok. Tehát az, hogy egy 4 és felkiáltó jel lehet, ezt már a számológépeteken észrevettétek, de ez egy konkrét művelet, ez a faktoriális. A faktoriálisnak a lényege az, hogy mondjuk a 4 esetében 4 faktoriális, azaz ilyen 4 felkiáltó jel, így néz ki ugye leírva, az azt jelenti, hogy, hogy 4-szer, 3-szor, 2-szer, 1, azt hiszem, várjál, de most meg kell néznem, hogy ez szer vagy meg. Mert aztán már én is ezt már régen tanultam, és baromságot meg nem akarok nektek mondani. 24. 4x3, 12 ször... Jó, oké, akkor tényleg szorozva kell. Jó, oké, nem vagyok idióta, szerencsére csak nem akartam baromságot mondani. Na, jó. Husi, nekem elment a kedvem építeni. Ember, nem tudom... Nem tudom már mióta rakosgatom le így a falakat így össze-vissza. Nagyon-nagyon sok idő lesz ez így. Én ezért akartam csak full random rakosgatni bent. Na jó, figyelj, te csináld meg a kreatív részét, jó? Kezdj el lerakosgatni ilyen titkos ajtókat. Na jó, nem, azt én akarom csinálni. Várjál, csinálok ilyen titkos ajtókat. Akkor megcsinálom magát a rövelintést. Oké, és na várjátok, srácok, nem tudom, hogy lehet ilyen titkos ajtókat csinálni. Lerakjátok ezt a gépet, ide belerakjátok, hogy ilyen sárga gyapjúból legyen. Beállítjátok azt neki, hogy ilyen valami, meg ilyen, nem tudom, ilyen hangja legyen, és le is adja nektek igazából. És lesznek ilyen fullos titkos ajtók majd így a pályán így elrejtegetve, mondjuk legyen egy ide rakva. És igazából fura el van így rejtve, és annyira talán nem félhetően, hogy mondjuk itt lehet akár egy titkos járat, meg hasonlók, szóval ilyenekkel még tényleg tele kéne rakosgatnunk. Rakok akár tényleg így ide is egyet, rakok ide egy ilyen kamutás, hiszem, és ezen így nem tudom, nem fogja tudni, hogy tényleg mi van. Még minden, hogyha maga a bejárat is kb. Már tényleg így el lenne így rejtve. Hát amúgy nem rossz, végül is. Már magát a bejárat is kb. Meg kell találniuk, Még a felezebb labirintus. Jézusom, Husi, te egy kicsit gyorsabban haladsz, mint én. Igen. Tényleg rád bízom. Én kellek ide egyetlen, Husi? Igen. Jó, oké, mindegy, csinálgatom valami. De Jézusom, laggol a szerver, mit csinálnak a többiek szerinted? Igen, nekem is laggol. Most esküszöm megnézni, hogy mit építenek. Takarodj már, Dani! Takarodjál innen el! Ember, várjál már, ide leírom neki, hogy laggolok, mit csináltok? Takarodjál el! Mit ír? Laggolok, mit csináltok? Semmit! Takarodj! Mit csinálnak?
Nem tudom, itt egy vaskocka és ennyi. Semmit takarod. Csicska kutya. Na jó, takarítsd el őket innen. De nem, mert meg fogják nézni a választ ezek a csírák. Jó, oké, várjál, megutált. Gyere, gyorsan menjünk, csináljunk tovább. Várjál, menjünk át, én is megnézem. Leszarom. Jó, nézzük meg. Nézzük meg. Jó? Jó, oké. Most nagyon haragszik, rám. Leírtam neki, hogy csicska kutya vagy. Jó. Nem igaz, mert haragszik az igazságot. Nem tudom, szegény nem tudja amúgy az igazságot. Na jó van, Husi, esett a benti labirintusba, hol lehet majd, hogy lehet majd ide eljutni? Én már jutogatni fogok ki randomizéket. Jó, oké, és jó, legyen úgy. Jó van, én akkor addig itt így tovább folytatom az ilyen titkos járatokat, mert amúgy lehetne az, hogy így ezt így végig kell esnek vinni, ezt a részét, és akkor juthatnak át abban a nagyobb részbe. Oké. Okay. Esetleg. És ja, igazából, jó, eddig ezt így tovább pakolom, így tényleg így össze-vissza igazából mindent. De tudjátok, mert inkább végigpakolom ilyen egy blokkal, aztán majd utólag feljebb építjük. És akkor majd talán majd úgy könnyebb lesz. Na, szóval ez 28-nak kell lennie. Van itt egy, lesz itt egy 8-as gomb, lesz itt egy 28-as, vagy nem, egy 9-es gomb, meg egy 28-as gomb. És a 28-as gomb lesz a jó. És a többi meg felrobbant, nem tudom, 1 milliárd TNT-t. De akkor fel fog robbanni a labirintus. Hát de ez már csak a legvégén lesz, tesó. Szóval igazából itt már robbanhat. Jó, igaz. Várjál, így. Idáig. Perperszett TNT. Király, nehogy megnyomd a gombokat, jó? Csak előre szólok, hogy jó, nehogy megnyomd a gombokat. Húristen, jó. Lenni egy hát fixen mondom én is amúgy, hogy el fognak veszni. Azt tudják már most is amúgy, hogy hol vannak, de komolyan mondom. Full easy lesz. Meg fogjuk nyerni, Usi. Ez az, megnyerjük, easy peasy. Easy peasy, noob kis. Jó? Noob kis. Jó? Ideig amúgy egész jól állunk. Csinálom így ezeket. Nem merek ránézni, hogy te már hol állsz, mert én még csak pár utat építettem meg konkrétan idáig. Én is egy ilyen maximum 10 blokkot ütöttem ki. Jó, oké. Csinálom itt az ilyen, megnagyobbítom így a blokkokat, meg minden igazából. Majd az egészre gondolom akarunk rakni egy tetőt, nem? Aha, hát én esetben itt tudjanak nézni. Ja, meg a bőrösztemből. Nem, meg felugrani az ajtókon a tetejére, meg ilyen hülyeségek, hogy... Igen. Fixen nagyon nehéz legyen. Hát kisből kinézni, hogy felugrik meg minden. Hát bőven én is, persze. Kis az alapból fúra szokta csalni átlább az összeset, szóval azért mondom, hogy mindenképpen izéljünk, taktikázzunk mi is szerintem. Amúgy lehet, le kéne rakni egy ilyen barriát. Lehet, az kéne. Jó, így, és ja, nem a 9-est, ó, de hülye vagyok, majdnem izé felrobbantottam őket, úgyhogy az rosszat nyomják meg. És ja, pont, hogy jót nyomják meg. Érted? Jó. Van egy olyan ötletem, hogy csinálok egy ilyen kamu kiállatot. Na, várjál! Ez így érdekes lesz, egy kicsit ezt így... Meg kéne rakni, hogy ez így, nem tudom, ez így jobb legyen, hogy így úgy maradjon. Hoppá, nem, az úgy maradhat, csak így ez így tökéletes. Na, és a 28-as hatására pedig, nem tudom, mondjuk egy diszpenzer a fejük felett, az kidob gyémántot. Vagy csak, majd akkor kiengedjük őket, mindig nem érdekel. Jó, itt lesz egy ilyen full csapdaút majd. Aki majd így errefele szépen majd így eljön. Jó, oké, és igazából errefele legyen itt szerintem még egy ilyen csapdaút. Jó, nagyon-nagyon sokféle csapda lesz. Oké, és esküszöm ide rakok egy izét, így le lehessen így esni. Jó, nem, akkor ki lehet esni a pályára, és ez nem jó. Oké, mondjuk azt, hogy akkor itt így megint akkor egy zsákutca lesz.
Oké, és hogyha valaki így erre itt így tovább jön, akkor igazából tovább tudna menni. A következő szintre. Menő, jó, oké, és tetszik. Ezt még feljebb kéne így építenünk. Az egészet, hogy szépen így nagyobb legyen. Raktál le már valami nyereményt? Nem, hát azt hittem, hogy hol a vége, vagy hogy hol legyen a vége. Jó, hát valami nyereményt tudok adnunk. Hát akkor legyen itt a vége. Hát így a közepén, nem? Közepén? Vagy ne a közepén? A másik oldalán. Jó, legyen akkor a másik oldalán, az is jó. Csak akkor nagyon könnyen ki fogják vinni szerintem. Az annyira nem, az oldala szegény le van zárva szinte. Emen nézd, itt kell, itt fognak kezdeni, figyelj nézd. Itt jönnek be. Igazából akkor így elmennek így erre, itt így tovább mennek. Eljönnek balra, itt így végigmennek. Innen... Nem itt fognak tovább menni? Nem. Ja, hogy ott? Innen bukta az egész, így de hogyha erre elmennek, akkor az bukta. Ja, hogy az végig rossz lesz? Jó, oké. És akkor itt lenne, úristen. Jó, oké, tudom, hogy legyen így. Legyen így, oké, legyen így. Én meg csinálom, hogy kiállhatok. Jaj, na ezen ki fognak égni. Na jó van, én addig... Vagy várj ezt. Ja, de addig meg nem kéne, hogy ilyen izé legyen asztalról. Jó, szerintem ezt megnyerjük már mind. Nem azért, de... Easy, betesom. Sima. Csak... Jó. Van egy olyan... Hogyha így barriert rakunk eléjük, és az lenne ír a barriert, hogy egy kiállt, de nem az a kiállt, és itt nem vagyok az ajtó. De te most mit csinálsz? Hova kiállhat? Hát jó, nyomjad neki. Jaj, jó lesz. Hiszek benned. De már lassan végezni kéne. Most csak az időt csak gyorsan nyomassuk oda, úgyis a végén el fognak bukni, tehát tök mindegy, innentől már építsük egyenesen, ha ideig eljutottak. Úgyse tudnak kijutni konkrétan a labirintusból, mert nem fogják tudni megoldani a végén a feladatot. Várját, csinálok akkor ide egy ilyen izét, egy ilyen nagyobb falat. Jó. Per vals, 32.3. Most mi van? Működik. Jó, oké, működik. Így, oké, és ide igazából bejutottak, és akkor legyen itt a nyeremény. Vagy legyen az, hogy izé, gratulálok. Egyik, jó. Egyik. Legyen az, hogy legyen rárakva én izé. Egyik jó, másik rossz, és akkor a jó, a rossz, az felrobbantja az ő pályáikat. Jó, oké, és legyen az, hogy egyik jó. Egyik jó. Másik. Jézusom, gratulálok. Egyik jó. Másik rossz. Jó, és melyik alatt legyen a TNT szerinted? Szerintem legyünk... Legyünk őszinték, nem? Igaz, mert... Úgyis fordítva fogják majd érted gondolni, nem? Igen. Szóval... Legyen az, hogy így megfordítjuk igazából, és ha jóba igazából, tényleg jó lesz. Szóval, úristen. Most már készen van a labirintus. Nyerjük meg. Nézi, mi meg vagyunk igazából. Jó, és okay. Jóban meg legyen egy rohadt hús, meg egy Lenny-t mit adjunk. Hát Lenny szerintem kaphat, nem tudom, menj, mit egy virágot, vagy mit adjunk neki? Adjunk neki egy... Nem tudom mit. Fogalmam sincs, mit adjunk ennek. Semmit, felrobbannak mind a ketten úgyis, tök mindegy. Na, jó. Srácok, meg vagyunk a nagyon menő, óriási nagy labirintusunkkal. Nézzük meg, hogy kicsit mit építettek nekünk, és vajon melyikünk viszi ki a másikét gyorsabban? Na, srácok, szóval itt vagyunk a labirintusunk előtt, és induljatok el, gyerünk. Várjál. Mire? Lehet indulni, keresni, menjetek. Meg lesz-e vajon a helyes út? Nem, már üvegen nem lehet átnézni. Hát jó, hogy nem. Hát, ne is próbáljátok végigcsalni. Na nézzük, hogy vajon végigcsalni. Kis vajon végig tudja elvinni a pályát, vagy pedig Lenny tudják rá helyes utat. Nagyon különböző utakon mennek egyébként. Érdekes. Hát nagyon jó. Hát ember. Nagyon érdekes idáig vajon, hogy rá fognak-e tudni jönni arra, hogy mi a helyes út. Hát nem ez. Nagyon okosak.
Na kis? Oh. Egy nagy zsák utca. Na hol lehet vajon a helyes út? Én megnyertem, itt van, gratulálok. Mi van? Mi? Kajak, megnyerted? Kajak? Ennyi volt. Easy! Jó, mindegy, egy csapat. Nem, az a lényeg. Nem, nem, kis, neked is. Mind a kettő csapatnak be kell mennie. Nem, tesó. De ember, Leni, várd már meg kist, amíg ide ér. Jó, akkor visszarakom. Na, kis, eljük nyomjad. Nem mész ki, nem mész ki, tesó. GM 0, kis. Jó, oké. Okay. Úgy, na, úgy van. Menjél már! Nem! Nem csinálsz ilyet! De! Nem! Na, menjél, gyerünk! Én végig akarom nézni, hogy szenvedsz. Én nem. De, én igen. De jó, oké, de akkor még kicsit tudok titeket csúfolni, hogyha elrontjátok az enyémet, vagy miénket. Megy még az idő, tiktak, tiktak. A tiktak, nálunk nem idő lesz, hanem konkrétan csak elbukjátok az egészet. Igen, konkrétan vagy. Tök mindegy, hogy mi lesz. Hogyha ez van, hogyha kiviszitek teljesen a legvégéig, és jó lesznek, tudtok mindent megcsinálni, akkor nem tudom. Jó van, oké, bízok benne, tessék, megcsináltad. Yeah! Jó, oké, szép volt kis. Pedig a jóban volt. Na, nézzük, na, gyertek a miénkbe. Nézzük a tieteket. Gyertek a miénkbe, én Danika darom. Miért TNT? Nincsen TNT, na. Várjál. Ne, Dani, takarodj az elejére, jó, ne nézelődjél. Na, megyünk. Az egész TNT van, majd meglátod miért, hogyha hülye vagy, az lesz. Jó, nyugi, okay. Nem csak egy ilyen random... Várj, állj meg! Ne! Mi az? Mi történt? Mi a szar? Mi történt? Én nem csináltam semmit. Papa. Te mit csináltál, Usi? Bementem egy ajtón. De érted, ember, itt ordítok telitorokból, hogy várjál. Hát de... Jó, oké, srácok. Jó, akkor várjál, még csak a végét játsszuk el, mert felrobban. Csak kíváncsi vagyok, hogy... Mit válaszolnátok? Jó, tehát kinyitsz egy ajtót, és akkor felrobban? Nem ez lett volna a lényeg, az csak egy sima pressure plate-tel kinyíló ajtó lett volna. Rájöttem, hogy ez az alatta lévő TNT-t be fogja robbantani, ezért mondtam, hogy állj! Uram, atyám, ember! De hogy várjál. Direkt robbantotta, vagy véletlen? Nem, véletlenül, nem ott kellett volna. Ember. Na várjál, itt van egy három választási lehetőség van. Mondjátok el, hogy melyik az szerintetek, mert ez lemaradt a végén. Mennyi négy, meg négy? Elmondod, felolvastad a kérdést? Ki. Hát... Felolvastad a kérdést? Nem, hagyjatok végén. Hát olvasd már fel! Nem. Mondd mondd meg, mennyi négy, meg négy? Igen, a három közül. Hát ember, hát... Négy, na, meg négy? Ilyen nehéz, Dani. Akkor menj oda. Nem, haha, buták vagytok. Miért? Mert, hogyha egy szám mögött felkiáltójá van, akkor az faktoriális, szóval ez 4 meg 4 faktoriális, ami 28. Tesó, és ezt szerinted kitanulja? Hát, mindenki. Jó, oké, engedjük el, kis faktori. Húsi, te kussoljam a felrobbantatom az egész pályánkat azért, mert nem hallgatsz arra, hogy álljál már meg! Találkozunk legközelebb, sziasztok! Elvasz.